Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntelek benneteket ezen a 2021-es évvégi utolsó napon. Dejavű élményem van évekkel ezelőtt pont ugyanebben a teremben, pont ugyanígy évvégén, hátam mögött a buthával, előttem buthával, a balomon buthával, a jobbomon buthával, ugyanígy Jólcse bevezetőt tartottam. És most is, Csonganszunim megtisztelt azzal, hogy szólhatok ennek az évnek a végén, hozzátok egy pár szót. Rengeteg szó van, annyi, mint égen a csillag. Rengeteg gondolat van, annyi, mint a tengerben vagy az óceánban a cseppek. Rengeteg érzés van, annyi, mint a réten a fűszál. És egyik sem fogja nektek elmondani, hogy mi a zen. Mert a zen az az, amikor kimész, és felnézel az égre, és látod a csillagot. Amikor kimész a vízpartjára, és látod a vizet. Amikor kimész a rétre, és látod a füvet, és a legnagyobb tanító lesz mindegyik, sokkal nagyobb, mint bármi, ami szóval kifejezhető. Ennek az évnek azt mondjuk vége van. De mi szerint van vége? Egy naptár szerint? Tényleg vége van az évnek? Az emberiséget a kezdettől a végéig foglalkoztatni fogja, hogy a dolgok mikor kezdődtek és mikor érnek véget. Mikor kezdődik egy másodperc? Mikor kezdődik egy perc? Mikor kezdődik egy óra? Mikor kezdődik egy év? Mikor kezdődik egy emberi élet? Egy emberi élet talán akkor kezdődik, amikor a kezedbe fogod a gyermeket, amelyiket kihortad. Vagy akkor, amikor megfogant. Vagy akkor kezdődik, amikor gondoltál rá, és egy pár találtál. Vagy akkor kezdődik, amikor te magad édesanyád méhében voltál. Vagy akkor kezdődik, amikor még édesanyád sem volt? Nem tudjuk, hogy mi mikor kezdődik. Mikor kezdődik a világ? Nagyon sokan, sokféleképpen kutatják. A Dalai Lámának egyszerre nagy tudós tanítványai föltették, hogy tisztelt Láma, kérlek, válaszolj arra, hogy tényleg igaz az, hogy ősrobbanás volt, és aztán abból lett minden? És azt mondta, hogy tényleg igaz. Az ősrobbanás, de abból, ami volt. Tehát nem tudjuk, hogy mikor kezdődnek a dolgok. De mikor van vége egy másodpercnek? Mikor van vége egy percnek? Mikor van vége egy órának? Mikor van vége egy napnak, egy hónapnak, egy évnek, és mikor van vége egy emberi életnek? Akkor, amikor látod, hogy a szeretted már nem tud az élet felé fordulni? Vagy akkor, amikor látod, hogy az utolsó dobban a szíve, és már nem mozdul? Vagy akkor, amikor látod, hogy a földbe kerül? Vagy akkor van vége, amikor szertartást énekelnek neki? Vagy akkor van vége, amikor még 49 napig, ha igaz, akkor szólhatsz hozzá? Mikor van vége az életnek? Mikor van vége a világnak? Ez a két végpont, a kezdet és a vég, öröktől fogva kérdés lesz és megfoghatatlan. Szeretünk sokan a kezdetekben időzni, a kezdetek rabja lenni. Ötletünk lesz, elkezdünk valamit, de nem folytatjuk. Aztán pár találunk, elkezdünk valamit, de nem folytatjuk. Munkahelyen elkezdünk dolgozni, de aztán mégsem tetszik, és nem folytatjuk. És örökösen újra és újra és újra kezdünk. Vagy a másik véglet szeretünk a végében tartózkodni, amikor úgy is mondjuk, hogy mindennek vége, olyan világvége hangulatban vagyok, és amikor nem tudunk elkezdeni semmit, csak áldogálunk a megszerzett emlékeinkkel, és tartogatjuk őket, és csak azt mondjuk, hogy vége, és nem látunk kezdetet. Van egyetlen egy pont, egy reménykeltő pont a kezdet és a vég megértésére, de nem egyszerű. Ez pedig a középpont. A zen nem tanít semmi mást, csak ezt a középpontot, ezt a középutat. Amikor a két végpont között behelyezkedsz középre, és onnan nem mozdulsz, mindig ugyanolyan távolságban leszel a két végponttól. Ezt megvalósítani végtelenül nehéz, és nagyon egyszerű ezen a csúszkán ide-oda csúszkálni. De a törekvés, a zen gyakorlat maga. Az, amit itt el lehet mondani, az nem zen. Az, amit itt el lehet gondolni, az nem zen. Az, amit érezni lehet, az nem zen. Abban az egyetlen egy középpontban megtanulni, tartózkodni, az a zen. És onnan egyenlő távolságban látni a két végletet. Az a zen. Egyszer láttam egy történetet, amiben nagyon különleges dolgok, megmagyarázhatatlan dolgok szóltak a világról, hogy nem értik, hogy az miért történik. És láttam egy zuhatagot, ami egy nagyon-nagyon magas szikla tetejéről zúgott le. És a zuhatagba festéket öntöttek, mert a zuhatag végpontja az egy barlang volt. És a barlangba bezuhogott a víz. A mai napig nem tudják, hol jön ki. Csak öntik, öntik, észnélkül bele a festéket, és meg akarják tudni, hogy hol jön ki a víz. De nem találják, mert a festék nem jön ki sehol. Nem találnak olyan folyamot. A gondolataink, az érzéseink pontosan ugyanilyenek. Fölülről öntjük, öntjük, öntjük a reményt, hogy majd ezek segítenek, majd az egyik gondolat az biztosan jó lesz, majd az egyik érzés az biztosan jó lesz, majd ott megtalálom a megoldást. De valójában bármelyik érzésünk, bármelyik gondolatunk ebbe a barlangba zuhog be. Nem fog kijönni sehol. És nem old meg semmit. De ezt végtelenül nehéz elhinni, mert erre vagyunk kondicionálva. Megszülettünk, és megtanítottak, vagy megtanultunk magunktól gondolkodni, megtanultunk beszélni, megtanultunk érezni, és ez lett a csapdánk. Mert ezen kívül, ami ezen kívül van, azt nem tanultuk meg. Ahhoz, hogy ezt megtaláljuk, ahhoz el kell indulni. Hogy el tudj indulni, ahhoz keresőnek kell lenned. Sokszor sokan mondják itt a templomban, hogy keresem az utamat. És melyik az az út, amelyik helyes lesz. Mert a keresés az megindul. És először egyik helyről a másikra megyünk. Egyik tanítótól a másikhoz megyünk, egyik embertől a másikig megyünk, és kérdezünk, kérdezünk megállás nélkül, és keresünk. És amikor már eljön a pillanat, hogy meguntuk, akkor megáll a keresés, és elkezdünk keresni a könyvekben. Már nem megyünk tovább. Már a lapok között keresünk, a szavak között keresünk de valójában, amit keresünk, az két szó között van. Valójában, amit keresünk, az köztetek és köztem van. Egyfolytában arra nézünk, és nem látjuk. A két végpont a szamszára és a nirvána. A létforgatag és maga a teljes békesség, megnyugodottság. Az egyikre bent benne vagyunk, a másikra pedig vágyunk. Azért keres az ember, mert megnyugodni vágyik. De hogyha olyan messzire helyezzük ezt, hogy ezt el kellene érni, ami minden pillanatban itt van, akkor egyre távolabb kerülünk tőle. Hogyha a szamszára érdekel, akkor abban éppen most benne vagyunk hogy azért jöttél zen gyakorolni, hogy a létforgatakban az életedben rendet teremts, akkor jó helyre jöttél a zen, ezt tudja. Hogyha azért jöttél ide, hogy megtaláld a nirvánát, akkor jó helyre jöttél, mert a zen, a gyakorlás elvezet oda. De hogyha sem a számszára, sem a nirvána nem érdekel, akkor is jó helyre jöttél, mert ez az út valójában nem vezet sehova. Ez az út kezdettelen és végtelen. És járni rajta nem lehet, csak ha megállsz. És ha megálltál, abban a pillanatban tudsz járni rajta. Az egyik nap, mikor dolgozni mentem, felfüleltem egy családra, akik éppen reggel indították a, az autót, a gyermeket, az életet, hogy elmennek dolgozni. A férj az rohangált ide-oda, be a garázsba, ki a garázsból, hozott ezt, hozott azt. A kisgyerek már bent bömbölt az autóba, mert elég türelmetlen volt. Apa hozta a gyerekülést, anya pedig a mobil telefonján húzogatta az éppen aktuális dolgokat és valahogy úgy beállt az ajtóba, miközben napa rakta volna be az ülést. És aztán egyszer csak elege lett az apának, és felkiáltott. Ha már nem segítesz, legalább ne hátráltas. Pontosan ugyanerre a mondatra van szükség, miközben ültök, miközben megpróbáljátok megtalálni azt, ami a lelketek nyugalmát, és a gondolataitok elcsendesedését az érzések megbékülését hozzák. Pontosan ugyanezt lehet mondani a gondolatoknak, az érzéseknek, amik elhitetik veled, hogy majd ők megmutatják a helyes utat. Hogyha már nem segítesz legalább ne hátrátas. És ha ezzel a mondattal amit itt úgy mondunk, nagy kérdés, ha ezzel ülsz le minden pillanatban, és amikor feljön egy gondolat, és feljön egy érzés, és csak ezt végigfuttatod az agyanon, hogy ha már nem segítesz, akkor legalább ne hátráltas. Akkor minden pillanatban, abban a bizonyos középpontban, amit mondhatunk tantiennek, ott találod magad. A tantien nem más, mint egy kapunélküli átjáró, Attól, hogy nem enged fel dolgokat, attól nem kell félni. Attól, hogy nem fogod meglátni, amivel dolgod van, attól nem kell félni, az kegyetlenül fel fog jönni. Nem tudsz tőle elmenekülni. De amikor már szembenéztél vele, ha kell százszor is, ha kell ezerszer is, akkor egyszer csak arra fogsz rájönni, hogy már nem jön. Hanem csak marad az, ami nem szamszára, nem nirvána, nem kezdet és nem vég. A pohár nem teli van, nem majdnem üres, hanem csak ez. És amikor csak ez van, akkor elkezdődhet az új év. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és kívánom nektek, hogy minél hamarabb megtaláljátok azt a belső békét, csendet, nyugalmat, amit kerestek, és ha ezt megtaláltátok, akkor segítsetek másoknak is, hogy ők is megérkezhessenek.